Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Pécsi Tudományegyetem Univerzitas televíziójának műsorát látják. Röviden a tartalomból. Szentgyörgyi Albert díjjal tüntették ki dr. Kosztolányi Györgyöt. 90. születésnapját ünnepelte dr. Szántó Károly. Dr. Reglődi Dóra megnyerte a L'Oréal UNESCO Nőkért és a Tudományért ösztöndíjat. Egyetemünkre látogatott Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke. Szép sikereket értek el a Kaleidoszkop Fesztiválon a Babits Mihály Gimnázium tanulói. Idén ismét megrendezték az egyetemi bált. Szentgyörgyi Albert díjjal tüntették ki dr. Kosztolányi Györgyöt, az általános orvostudományi kar genetikus professzorát. Az oktatási miniszter a magyar felsőoktatás területén dolgozó iskolateremtő és nemzetközileg elismert munkáját értékelte a kitüntetéssel. Dr. Kosztolányi György humángenetikus, az Orvosi Genetikai és Gyermekfejlődéstani Intézet igazgatója, az Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum elnöke. A professzor a vele született rendellenességek genetikai okainak és megnyilvánulási formáinak összefüggéseit vizsgálja kutatásai során. Nemzetközi elismertségű és iskolateremtő munkájáért Szentgyörgyi Albert díjjal tüntették ki. Mikor kaptam a díjat, akkor gondoltam erre igazából, mit jelenthet az iskolateremtés, meg az oktatás. És az iskolát én általánosítva is, és nagy volumenben értelmezem, hogy a mindenkori generáció az újakat, a fiatalokat tanítja, átadja a megszerzett tapasztalatokat. Ez egy igazi emberhez méltó tevékenység. Az emberi élet kezdetére vissza lehet menni. Összeadjuk a megszerzett tapasztalatainkat, ismereteinket először írásos formában, nyomtatott formában, most már elektronikus formában, és ezt mindig átadjuk a következő generációnak. Ennél magasabb emberi tevékenységet keveset tudok elképzelni. Genetikailag, hogy ne tagadjam meg a fő tevékenységemet, genetikailag génszintjén nem különbözök én magam és egyikünk se a több ezer évvel ezelőtti ember genetikai állományával. Úgy jövünk világra, az a potenciál. Azonban egy ma megszületett újszülött nagyságrendeket többre képes teljesítményekben, produktivitásban, kreativitásban, mint az akkori. Nem a genetikai adottsága miatt, hanem azt, amit az iskola teremtéssel, a mindenkori generációk, amit leírtak, könyvtárakba gyűjtöttek, és ezt, hogy átadjuk a következő generációnak, beleszületünk egy olyan kulturális, tudományos ismeret fészekbe, ami bennünket nagyságrendeket többre tesz képes, mint a évezredekkel korábbi. Tehát az iskola teremtés, és most itt megint csak a csupa nagybetűvel mondom, ez a folyamat, hogy a tudományos megszerzett tapasztalatok, kulturális értékek átadása a következő generációnak, ez egy nagyon magasztos dolog. Nagyon megtisztelő, nagyon hizelgő, hogy valakit díjjal elismernek azzal, hogy a társadalom úgy értékeli, hogy iskola teremtő saját tevékenysége területén. Dr. Szántó Károly 90. születésnapja alkalmából köszöntötték a Pedagógiai Intézet munkatársai. A nyugdíjas főiskolai tanár aktív pályafutása során sokat tett a Dél-Dunántúl oktatása, nevelése érdekében. Dr. Szántó Károly 90. születésnapja alkalmából a Pedagógiai Intézet, a Bölcsészettudományi Kar és az Egyetem nevében köszöntötték egykori tanítványai, barátai. Szántó Károly a II. Világháború után 3 diplomával került Pécsre, ahol először a Pécsi Pedagógiai Főiskola könyvtárvezetője, majd a tanítóképző igazgatója lett. 1953 és 56 között a Pécsi Tanárképző Főiskola igazgatója, majd ismét a tanítóképzőt vezette. Végül visszakerült a Tanárképző Főiskolára, ahol nyugdíjba vonulásáig a pedagógiai tanszék vezetője volt. Több mint 100 pedagógiai témájú publikáció fűződik a nevéhez. A Pedagógia 1 című tankönyve nívódíjban részesült. Karcsi bácsi fiatalokat megszégyenítő szellemi frissességről és életörömről tett tanúbizonyságot beszélgetésünk alatt. Valamennyi pedagógus képző intézményben volt a igazgató, a mai Széchenyi gimnáziumban, az volt a fiú tanítóképző a Lőveibe, az meg a
tanító nőképző volt meg az óvodai képző, úgyhogy amelyik épület mellett elmentem, mondom, itt is igazgató, ott is. Úgyhogy sétáltam a feleségemmel a főutcán, kim voltak a tablók, és mindenütt sok tabló volt, óvodai képzők, tanítónő képzések. Az, hogy az egyik lány hátam, ez a pasas, minden tabló rajta van. Hát ez én voltam, megfordultam, mondom, ez én vagyok, mondom. Nem érzem magam öregebbnek egyáltalán. Úgyhogy az ember nem érzi magát öregnek lelkileg. Én 40-50 évesnek mondom, középkorúnak gondolom magam. Nem, egyáltalán nem érzem az idő múlását valahogy. Most is olyan fiatalnak érzem magam, mint mikor, majdnem mikor kezdtem a pályámat. Különös, én nagyon szeretem a fiatalokat. Nem szeretem az idős embereket, mert azok mindig panaszkodnak, jajgatnak, sírnak, ez a bajuk, az a bajuk. Nekem is van bajom, de én nem panaszkodok. A tanár úr nemrég fejezte be legutóbbi könyvét. Feleségem ápolt engem, mikor megműtöttek, és hát ő nagyon meg volt ijedve, hogy én nem élem túl, az én oda se neki nem törődtem az egész dolgot. De hazaküldte gipszbe, és akkor ő forgatott engem itt, és ápolt. És én most nem tudtam kimenni, hogy vegyek virágot, meg ezt-azt ruhát neki. Írtam, ő elmesélt az életrajzát, én meg szépen a íróasztalán jegyezgettem, és mikor kész volt a kézirat, legépeltem, és átadtam, mondtam, ezt vidd el a nyomdába, mondom, mi ez azt mondja, mondom, ez a feleségem honoráriuma, amiért ápolt engem. Születésétől fogva mai napig az életrajza benne van. De olyan szépen, szeretettel van megírva. Dr. Reglődi Dóra az Anatómiai Intézet munkatársa lett a L'Oréal UNESCO Nőkért és a Tudományért ösztöndíj egyik nyertese. A doktor nő az egyetemen végzett kutató és oktató munkájáról beszél a következő percekben. Dr. Reglődi Dóra az Anatómiai Intézet egyetemi adjunktusa életkori kategóriájában megnyerte a L'Oréal UNESCO nemzetközi együttműködés keretében létrehozott kutatói ösztöndíjat. A Magyarországon idén második alkalommal meghirdetett pályázatra olyan nők jelentkezését várták, akik tudományos munkájukkal az élet vagy az anyagtudományok részterületének feltárásán fáradoznak. Nagyon nagy dicsőséget jelent, tehát én nagyon büszke vagyok és nagyon boldog vagyok, hogy én vagyok Magyarországon a háromból az egyik, aki ezt megkapta, illetve korok kategóriában az egyetlen, és mindenképpen egy nagy szakmai elismerést jelent, hiszen egy nagyon szigorú szakmai zsűri értékelte a beadott pályázatokat, akadémikusok, professzorokból álló zsűri. Másrészt pedig egy-egy ilyen díj mindenképpen a folytatásra ösztönöz, tehát hogy érdemes csinálni, hiszen mások is elismerik az ember munkáját. Mi az úgynevezett neuroprotektív szerek vizsgálatával foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy különböző idegrendszeri betegségeket modellezünk állatkísérletekben, és olyan anyagoknak a hatását vizsgáljuk, amiről feltételezzük, hogy az idegsejteket megvédik és javítják a különböző tüneteket. Egy olyan anyagot vizsgálunk, ami normál körülmények között is hormonként előfordul az emberi szervezetben, és az utóbbi években kezdtük el vizsgálni, hogy ennek van idegsejtvédő hatása is, toxikus hatások nélkül, ami nagyon fontos, és ennek a normál körülmények között is előforduló anyagnak az idegrendszeri védő hatását vizsgáljuk. Orvosként mindenképpen azt szeretném, hogyha valamikor majd a kutatásainknak az embergyógyászatban is felhasználható eredménye lenne. Tehát például egy ilyen szer, amit kutatunk, hogyha valamikor majd gyógyszer lesz belőle, akkor nagyon boldogok lennénk. Itt az Anatómia Intézetben tényleg annak ellenére, hogy nagyon nagy óraszámban tanítjuk az anatómiát két év folyamon gyógyszerészeknek, nagy az intézetnek az oktatási leterheltsége, ennek ellenére mindig nagy hangsúlyt fektettek a kutató munkára, és büszkén mondhatom, hogy elég jó az intézetünk ezen a téren is. Diákokkal nagyon szeretek foglalkozni, tehát ez ugyanúgy hozzátartozik az életemhez. Én nagyon szeretek oktatni. Egyetemünkre látogatott Boda Miklós a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal képviseletében. Az elnök úr az ezévi pályázati lehetőségekről adott tájékoztatást.
Dr. Boda Miklóst, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökét, a rektori hivatalban egyetemünk vezetői, professzorai és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara képviselői fogadták. Az elnök úr a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal megváltozott szerepéről beszélt, valamint tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a sikeres innovációs pályázatok érdekében milyen lényegi döntéseket kell hozni az egyetemi és ipari szférában. Elsősorban azt ajánlottam, hogy támaszkodjanak a fiatalokra, és remélem, hogy motiválják őket, hogy új, úgynevezett spin-off vállalkozásokba kezdenek. Másrészt pedig az egyetemnek azt ajánlottam, hogy ha lehet, találják meg azt a kevés két-három területet, amiről az egyetem híres lehet, ami az egyetemnek úgy lehetne mondani a cégére lenne. Az ipar az, ami végső fogon terméket produkál, és hát a világomban tudása az, hogyha tudjuk, hogy mire van szükség, és hogy megvalósítható-e, ez az ipari partnerség nélkül nem elképzelhető, és hát ezért a pályázati rendszerekben is előírjuk majd a szabadalmakat, prototípusokat, ami azt jelenti, hogy termékbe kezdünk el gondolkodni. És hát ugye Pécsnek megvannak az adottságai, tehát azokra a területekre kell gondolni, ami Pécsen nagyon érdekes, ilyen lehet például a környezetvédelmi kutatások és vállalkozásoknak a megjelenése. Dr. Boda Miklós kiemelte, az Unió megkívánja, hogy a sok kis kutatócsoport helyett egy témával foglalkozó, nagy létszámú kutatócsoportok jöjjenek létre a régióban is. Az Országos Kaleidoszkop Fesztiválon vettek részt a Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola tanulói. A diákok több értékes díjat is elhoztak az évente megrendezésre kerülő versenyről. Az Országos Kaleidoszkop Fesztiválon próza, vers és énekelt vers kategóriában indultak a Babits Gimnázium tanulói. Az énekelt vers kategóriára Kopecki Péter, a gimnázium tanára készítette fel a diákokat. A verseket ő zenésítette meg. Váratlanul sötétbe lépek, riadtan érintelélek, fény vakít, sehol se látlak, most érezlek, szememmel nem talállak. Én sok verset olvasok, és akkor ettől csak megzenésülnek. Tehát erre nincsen nagyon magyarázat a részemről, én nem vagyok képzett zenészember. Úgy lesznek, és amelyik lesz, az úgy tűnik, hogy meg is marad. Nagyon kevés olyan megzenésített versen van, ami nem maradt meg. A Babits Gimnáziumban lévő diákokkal kezdtem én ezt el előadni, és többen vannak közülük, akik már színészi vagy zenei pályán is vannak. Ez a kis csapat volt most az, aki így egységében annyira megérett, hogy ilyen szép eredményt érhettünk el. Külön díjat kaptunk, több fellépés előzte meg ezt a Kaleidoszkop Fesztiválon történő részvételt. Azokat a verseket vittük el, amik igazából a szívünkhoz szóltak, ami tetszett a gyerekeknek is. Nekem az összes tetszik, mindegyik a szívem csücske. És hát amiket úgy ítéltünk meg, hogy szépen és jól elő tudunk adni. Érdekessége ennek az egész versenynek, hogy Meliorisz Béla tanár úr, pécsi költő és Babicsos tanár úrnak a Vízekre szaladt című versét is eljátszhattuk, és ez azért különösen szép, mert én az ő tanítványa voltam, megzenésítettem ezt a verset, és az én tanítványom, illetve át részben az ő tanítványa is előadták szép sikerrel. A terv az, hogy most ezeket a dalokat, ezekkel a tehetséges gyerekekkel megpróbáljuk fölvenni, CD-n rögzíteni, megismertetni az emberekkel, már voltak érdeklődők. Reméljük, hogy ez sikerülni fog. Az én szívem játszik, engem elátlátszik, egész éjjel tündérkedik, hajnal hasadásig. Az én szívem játszik, engem elátlátszik, egész éjjel tündérkedik, hajnal hasadásig.
szalag az erdőben. Virág vagyok, attól félek, csalán lesz belőlem. Születtem, felnőttem, durvag az erdőben. Virág vagyok, attól félek, csalán lesz belőlem. Hajdú Anett három kategóriában is szép eredményt ért el. Szavalatáért Kaleidoszkóp díjjal, Parnasszus külön díjjal és a fesztivál fődíjával egy amerikai turnéval jutalmazták. Több kategóriában is indultam. Az iskola keretein belül indultam vers kategóriában, illetve vers megzenésítés kategóriában, és ezen kívül a Bajai Színjátszó csoportommal, azzal indultam performance kategóriában. Vers kategóriára Szász Kolumbán Olga tanárnő, az én felkészítő tanárom készített. A vers megzenésítéssel pedig folyamatosan próbáltunk Kopecki Péter tanárúrral. Általános iskolás koromban kezdtem el népmeséket mondani, aztán versmondó versenyekre jártam végig a 8 év alatt, de komolyabban csak elsős gimnazista koromban kezdtem el foglalkozni ezzel, amikor Szász Kolumbán Olga tanárnő felkarolt és elkezdett felkészíteni. Tulajdonképpen mind a három kategóriával tovább jutottam. A hétvége első napján kezdték a versmondással, úgyhogy az gyorsan le is zavartuk, és utána vasárnap következett a performance kategória és a vers megzenésítés. És vasárnap este volt a gála, amikor külön felkérték a szereplőket, hogy mutassanak be műsorokat, és utána volt az eredményhirdetés. Megkaptam a Parnasszus külön díjat. Ez egy folyóirat tulajdonképpen a Parnasszus, amit Turci István szerkeszt, és az általa kiválasztott, neki legjobban tetsző versenyzőknek adta oda ezt a díjat. Ezt körülbelül 5 versenyző kapta meg. A Kaleidoszkóp díjat idén 3 ember kapta meg, 3 versmondó. Az amerikai turnét pedig 2 kaptuk meg, Kis Bálint és én. Az amerikai turné ez tulajdonképpen egy 10 napos utazás lesz, ahol 10-12-szer kell majd előadnunk az előadóestünket. Orbán Otto. Egyszerű átok. Már nincsen irgalom. Csak szél van, és sötét van. És habzol, mint lúg a fazékban, s nem szabadulsz. Mondom neked, hogy nyomorultabb leszel egy félbetört madárnál. Földre hulldak combjaid, s hangod éhesen fölfalják a földet. Majd akkor szólj, ha a sár puha ajkai gyötörnek, s az iszaptól tüdőd dagad már. Akkor szólj hangosan, hogy te mindent másképp akartál. És kérd az állatok és a füvek bocsánatát, hogy saját csókjait sem engedted átfutni magadon. És mindenből az örök nemmerés, a félgerezd öröm, a gyönyörből is csak a szenvedés kövült meg szálkás emlékké szívedben. Majd hívd akkor azt, akit akarsz, hitetlen. Senki nem jön. Tág szemmel nézed majd az ég felhőtlen közönyét. Várod a hajnalt, hogy végigfussa az oroszlán sárga parton. De nincs tenger, amely lemossa arcodról az arcom. Mert semmi nem voltál. Csak töredék. Csak percnyi rész a törvényből, mely bennem volt egész. Szívembe állítottalak, mint szobámba ágyat és asztalt. Lelkedig tudtalak, s eldobtalak, mert ez sem végasztalt. Én többre vágytam, mint a hibátlan testű lovak. Teljes fehér harapással füvet és csókokat. Majd megértesz mindent, és hallgatsz forrón, mint a bor. És ismét boldogtalan leszel, mint annyiszor. A következő percekben az egyetemünkön történt eseményekről láthatnak rövid tudósításokat. A Pannonlézer Dél-Dunántúli Kooperációs Kutatási Központ 400 millió forintos állami pályázatot nyert el az Innováció Dél-Dunántúli támogatására, melyet további 400 millió saját erővel egészít ki.
A központ vezetői sajtótájékoztatón beszéltek arról, hogy az egyetemünk keretén belül működő 18 vállalkozás és kutatóhely által létrehozott központ segítségével milyen vállalkozások működnek az egészségipar és a kriminalisztika területén is. A központot 2000 áprilisában hozta létre egyetemünk szenátusa azzal a céllal, hogy összekötő, generáló szerepet vállaljon a tudományos eredmények gazdasági hasznosításához. A centrum alapvetően a high-tech színvonalú lézerek ipari, környezetvédelmi, egészségügyi, egészségipari alkalmazásának, hasznosításának, tudományos és technikai hátterét biztosítja. Keretmegállapodást írt alá a Pécsi Egyetemi Lelkészség működéséről egyetemünk rektora és több magyarországi felekezet és egyház képviselője. Az Egyetemi Lelkészség 2002-ben jött létre azzal a céllal, hogy a lelkiismereti és vallásszabadság jogának szabad gyakorlása elvéből kiindulva segítse az egyetem hallgatóinak és munkatársainak szellemi és lelki kibontakozását, fejlődését. A mostani határozatlan időre szóló keretmegállapodással az eddigi tapasztalatok alapján végleges formába öntötték az egyetemi lelkészségről szóló együttműködési szerződést. A lelkészség az istentiszteleteken és lelki gyakorlatokon kívül ismeretterjesztő előadásokat is szervez. Szolgáltatásait nem csak a hallgatók, hanem az egyetem oktatói és dolgozói is igénybe veszik. Dr. Ádám Antal jogász professzor emeritust 75. születésnapja alkalmából köszöntötték az Állam és Jogtudományi Karon. Az ünnepi ülést dr. Szalainé dr. Sándor Erzsébet a kar dékánja nyitotta meg. Majd Gyurcsány Ferenc miniszterelnök köszöntő levelét dr. Illyés István az Igazságügyi Minisztérium kabinetfőnök helyettese olvasta fel. Az egyetem nevében dr. Lénár László rektor úr köszöntötte az ünnepeltet, majd átadta az egyetem alapító okiratának másolatát a professzornak. Petrétei József igazságügyi miniszter, a kar volt dékánja, tanítványként, kollégaként és az igazságügyi tárca vezetőjeként méltatta dr. Ádám Antalt. Az alkotmányjogi tanszék munkatársai ünnepi tanulmánykötetet is készítettek a jeles alkalomra, melyet dr. Kronowski Nóra megbízott tanszékvezető adott át a professzornak. Pécsváros nevében dr. Kunsz Márta alpolgármester köszöntötte az ünnepeltet. Az ünnepségen az Állam és Jogtudományi Kar dr. Ádám Antal professzor emeritusnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának és nyugalmazott alkotmánybírónak, a Pro Facultate Iuridico Politica Universitatis Quinque Ecclesiensis érdemrend aranyfokozatát adományozta, 56 éven keresztül végzett áldozatkész, fáradhatatlan oktató és kutató munkájának elismeréseként, a magyar tudományos közéletben, a kar doktorképzésében, nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében és elmélyítésében, a tudományos kiadványok magas színvonalának biztosításában betöltött kiemelkedő szerepéért, a kar tekintélyének növeléséért, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért. Az idei báli szezonban február 5-én ismét megrendezték az egyetemi bált a Romhányi György aulában. A bál lehetőséget ad arra, hogy az egyetem oktatói és dolgozói kötetlenül szórakozzanak együtt. A 9. egyetemi bálon dr. Lénár László rektor úr és felesége, valamint dr. Vörös József rektorhelyettes fogadta a vendégeket, majd egyetemünk rektora köszöntötte a bálozókat. A nyitótáncot a Mecsek táncegyüttes tagjai táncolták. A nyitótánc után a hangulat hamar a tetőfokára hágott a táncparketten. Látom, hogy mindenki táncol, és úgy tűnik, hogy mindenki jól érzi magát. Az az igazság, hogy kihagytunk egy évet. Tavaly nem volt bál, tavaly előtt egy kicsit kevesebben voltak, mint szoktak. És hát végül úgy döntöttünk, hogy akkor ne legyen bál.
és milyen jó, hogy van egy marketing osztályunk, fölmérést készítettek, és a közvélemény döntött, azt mondták, legyen bál. Elfogadtuk azt, hogy tényleg vége a fél évnek, vizsgaszünet után vagyunk, mindenki elfáradt, kezdjük az új fél évet. Ilyenkor tényleg meg kell állni egy picit. Mindenki becsülettel, tisztességgel teszi a dolgát, rengeteget dolgoztak. Hát ilyenkor egy picit, egy estét szálljunk arra, hogy táncoljunk, élvezzük egymás társaságát, beszélgessünk. És úgy tűnik, hogy ez a bál, ez egy nagy siker. A merészebbek a táncversenyen is összemérhették tudásukat. Bíró Szabolcs és bíróné dr. Molnár Valéria összeszokott párost alkotva nyerték meg a versenyt. Fantasztikusan érezzük magunkat, most vagyunk először itt ezen a bálon, de nagyon nem bántuk meg, hogy eljöttünk. Nagyon sok barátunk mondta nekünk, hogy ha nem indulunk el, akkor többet nem beszélnek velünk. Ennek következtében nem mertük felvállalni a következményeket, úgyhogy elindultunk, és nagyon örülünk az eredménynek. Másfél éve táncolunk Somogyi Zsuzsánál itt Pécsen. Ez heti egy alkalmat jelent, úgyhogy olyan nagyon gyakorlottak nem lehetünk emiatt, viszont már 7 éve férj és feleség vagyunk, és szeretünk táncolni. A vendégek szórakoztatására a Pécsi Nemzeti Színház színészei az Anconai Szerelmesek című komédiából adtak elő részleteket. Után a tombolán értékes nyeremények találtak gazdára. Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió műsorát látták. Híradónk és a nyitott egyetem előadásai megtekinthetők a www.univtv.pte.hu honlapon is. Köszönöm, hogy velünk tartottak. 2 hét múlva ismét várom Önöket. Viszontlátásra!